Az utolsó fogadta az utolsó előttit úgy, hogy a vasárnap esti meccs az utolsó esélyt jelentette a bennmaradás szempontjából a Nyíregyháza számára. A hazaiak ennek szellemében kezdték a találkozót, az első negyed végén 10 ponttal vezettek a kék cápák. A második játékrész már kiegyenlítette volt, de egy pontot hozzá tudott tenni előnyéhez a házigazda. Fordulás után tovább nőtt a különbség, a 32. percben már 21 ponttal vezetett a Nyíregyháza. Ekkor azonban 3 gyors kosarat szerzett a Honvéd, amivel megkezdte a felzárkózást. Fogyott a hazai előny, az utolsó percben már csak 1 ponttal vezetett Darko Radulovics együttese. A hajrában felváltva büntetőztek a csapatok, Bazsó egy lepattanó megszerzése után 2-ből 1-et értékesített, majd a fővárosiak támadhattak az egyenlítésért. Fazekas labdaszerzése azonban pontot tett a mérkőzés végére, életben tartva a cápák bennmaradási esélyeit. Gratulálok a játékosaimnak. 30 percen keresztül az eddigi egyik legjobb játékunkat nyújtottuk. Az első pillanattól kezdve mi voltunk előnyben, sokkal simábban is nyerhettünk volna. Az utolsó negyedben már 21-gyel is vezettünk, de elveszítettük a koncentrációnkat, míg az ellenfelünk elkezdett betalálni, így a vége izgalmassá vált. Összességében jó energiával játszottunk, nehéz meccset nyerni ilyen helyzetben, amikor sokszor veszítesz zsinórban. Visszaszereztük a reményt, büszke vagyok a srácokra. A vendégek edzője szerint a mérkőzés összképe alapján reális eredmény született. Az első 3 negyedben, amit fölépítettek, az alapján teljes mértékben megérdemlik a mai győzelmet, és igazából magunkat okolhatjuk érte, mivel a 4. negyedben megmutattuk azt, hogy igenis tudunk mi sokkal jobban kosárlabdázni, és azokat a dolgokat, amik az első fél időben tényleg nagy problémáink voltak, a támadó lepattanók, a második esélyből szerzett kosarak, azokban tudtunk javulni, sokkal kevesebb eladott labdánk volt, azt hiszem a mérkőzés lefújásakor, mármint hogy a második fél időben, viszont, hogy szokták mondani, külföldi edzőköt, basketball gods, tehát a kosárlabda istenei, pont ezzel a kettővel vették el tőlünk idézőjelbe, tehát egy támadó lepattanóval és a végén egy eladott labdával nem volt esélyünk arra, hogy hosszabbításra mentsük a mérkőzést, vagy akár megnyerjük. A 4. forduló másik 2 mérkőzésének eredményei a következők: Kaposvár-Szeged 81-88 és Oroszlány atomerőműese 99-80. Az alsóházi tabella élén az Oroszlányát 12 ponttal, megelőzve a szintén 12 pontos atomerőműesét. A 6 ponttal 6. Nyíregyháza szerdán Oroszlányban lép pályára.